Önök a Líceum televízió adását látják. Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket, a Líceum Televízió Eszterházi Körkép című műsorát kísérhetik figyelemmel a következő egy órában, már is mutatom az aktualitásokat. 88. ünnepi könyvhét, az olvasási volt a főszerep. Egri érsekkerti nyári játékok, idén különleges performanszal is készül a Pince Színház. Kolis élet, betekintést engedünk az egyetemi kollégiumok működésébe, azonnal kezdünk a részletekkel. Könyvtárak összefogásával ismét megszervezték az ünnepi könyvhetet Egerben már 88. alkalommal. Az olvasó csalogató rendezvényhez a 16. gyermekkönyvnapok is társult. Benépesült, átalakult az Eszterházi tér, könyves sátrak, kényelmes ülőalkalmatosságok csábították közelebb az arra járókat. A cél idén is, mint minden évben az volt, hogy minél többen ragadjanak könyvet és váljanak olvasóvá. Azért a könyvheti programok nagy része általában a felnőtt programokra épült eddig, és hogy a Varró Dani neve is fémjelzi azt, hogy most egy kicsit a gyerekek felé fordultunk, rájuk összpontosítottunk, nem véletlenül várjuk őt ide a megnyitóra, illetve most már hagyomány, hogy a szombati napunkat ennek a jegyében tartjuk meg, de természetesen a Fabrikálom játszóház pénteken a rendhagyó órák mind azért jöttek létre, hogy a legkisebbektől a tinikig minden fiatalt megszólíthassunk. Készült-e a könyvtár könyvvásárral, esetleg kedvezményes beiratkozással vagy hasonló akciókkal? Igen, természetesen a kedvezményes féláru beiratkozás érvényes a könyvhéten is. A könyvsátrunkban elérhetők nem csak a helyi íróknak a művei, meg is lehet vásárolni őket, sőt holnap 2-től az írók sátrában dedikáltathatók is a könyvek, hanem budapesti kiadóktól is hoztunk el könyveket, sőt mi több a megújult Heves megyei hírlap is bemutatkozik, éppen holnap a könyves reggeli után itt a könyvtéri színpadon. Végül csak arról, hogy az utóbbi évek tapasztalatai mit mutatnak, hogy sikerült talán egy kicsit olvasásra ösztönözni fiatalokat, felnőtteket, vagy mérhető ez bármennyire? Igen, természetesen mi magunk is azt tapasztaltuk, hogy egyre többet olvasnak a fiatalok, másképp olvasnak, mint ahogy eddig hagyományosan megszoktuk. Ők ugye az internetes és informatikai eszközöket sokkal nagyobb mértékben használják, de azt mondom, hogy most már a mi Kossuth Lajos utcai könyvtárunk nem csak felnőtt olvasó szolgálatként működik, hanem létrehoztunk tini sarkot, működik tini olvasóklub, akkor azt kell mondanom, hogy ez is mutatja, hogy igen, az érdeklődés, hogyha megtaláljuk a hangot velük, akkor igenis felkelthető a fiatalokban az olvasás iránt. Muzsika szó jókedv csalogatta közelebb az olvasó közönséget, táncosok nyitották meg az ünnepi könyvhetet. Készültek a líceumban működő könyvtárak is, kiléptek a bibliotékák falai közül. Varázslatos helyszínen dolgozunk, a líceum milliója minden nap egy olyan érzést kelt az embernek, hogy megérte mai nap is fölkelni és benyitni ezeken az óriási nagy ajtókon. Tulajdonképpen egy olyan szimbiózisban vagyunk a Főegyház megyei könyvtárral, amelyik kiegészíti a egymás munkáját, tehát nagyon-nagyon kiváló kollegális kapcsolatban vagyunk épületen belül is. Ugyanakkor mindketten tisztában vagyunk azzal, hogy mi felsőoktatási könyvtárként, ők pedig szakkönyvtárként kell, hogy nyissunk a publikum felé, tehát meg kell, hogy szólítsuk az embereket, hiszen nem csak az oktatás és a kutatás támogatása a feladatunk, hanem mindenképpen azoknak az embereknek a megszólítása is, főleg a kisebbeké, az a korosztály, amely később könyvhasználó, könyvolvasó, könyvtár használóvá válik. Tehát mindenképpen egy olyan irányba szeretnénk mi is elmozdulni, és tulajdonképpen ez a rendezvénysorozat, ezek a programok is ezt célozzák meg, hogy igen, a Líceumba nem csak, hogy be lehet jönni, hanem nagyon megéri bejönni, fantasztikus programokat kínálunk, a könyvtárokban nagyon különleges dolgokkal találkozhatnak az emberek, nem csak könyvekkel, hanem minden könyvvel kapcsolatos kulturális dologgal, minden korosztály számára természetesen.
Végül csak arról, hogy milyen hallgatói igényeket kell egy egyetemi könyvtárnak kielégítenie, vannak-e ilyen speciális módszerek, igények. Természetesen, hát nyilvánvalóan az évek során teljesen átalakult a könyvtári szolgáltatások sora, hiszen már nem a régi megszokott hallgatói közösségek ülnek be a könyvtárba és bújják a könyveket, hanem sokkal felgyorsultabb az életünk, a világunk és a szolgáltatásoknak a tempóját is ehhez kell igazítani. Amit feltétlenül szeretnék kiemelni, tavaly óta indítottuk el az egyetemi repozitóriumok szolgáltatásunkat, amelyben oktatóink publikációi, habilitációs és doktori munkák elérhetőek, illetve nagyon széles körű adatbázis kínálatunk van. Magyar ingyenes adatbázisoktól egészen a külföldi legdrágább Web of Science, Scopus és társai, tehát olyan adatbázisok, amelyek elsősorban nyilván az oktatóink és a hallgatóink számára kínálnak ismeretanyagot, de természetesen ez is olvasóink számára, tehát aki beiratkozik a könyvtárba, bárki számára elérhető, úgyhogy nagyon szeretettel várjuk erre a szolgáltatásunkra és a látogatóinkat. Bemutatkozott a Főegyházmegyei Könyvtár is. Most már második éve a nyilvánosság elé lépünk, úgymond, tehát egy ilyen országos rendezvényt a könyvtárnak a hagyományai, az elődöknek a hagyományainak folytatásaként a könyvkultúrát és a könyvet nagyon fontosnak érezzük, ezért csatlakoztunk hozzá. Különböző rendezvényekkel csatlakozunk a könyvhéthez. Sátrunk is van természetesen a téren, ahol kisebbeknek, nagyobbaknak kézműves foglalkozásokkal készültünk. Bibliai idézeteket lehet húzni például és hazavinni az abban található gondolatokat, kötetbemutatókkal, dedikálásokkal is készültünk. Volt egyébként már rá példa, vagy többször szokott lenni rá példa, hogy kilép a líceum falai közül? A könyvtár is megmutatja magát? Igen, természetesen. Minden lehetőséget próbálunk megragadni. Ez azon túl, hogy ez egy fontos rendezvény a könyvhét minden évben, de más egyéb lehetőségeket is igyekszünk megragadni, és hát elkerülni annak a látszatát, amivel nagyon sokszor az egyházi könyvtárakat meg szokták vádolni, hogy ott csak a régi könyveket porolgatják. Nem, mi is ugyanolyan könyvtár vagyunk, mint bármelyik másik könyvtár. Kollégánk Harsányi Judit Tenni és Tűrni című filmje nyomán készült Bátorság és rémület 56 fénye és árnya című fiataloknak szánt kötete is bemutatkozott a könyvünnepen. A könyv az EGRI 56-os eseményeket dolgozza fel közvetlen hangvételben. Nehéz volt számomra, mert nem vagyok történész, úgyhogy a kutató munka az nyilván nehézséget okozott annyiban, hogy minden forrást fel kellett kutatnom, és valahogy úgy megfogalmazni, hogy a diákok számára élvezhető és közérthető legyen. Talán ennyi volt a nehézsége, egyébként nagyon élvezetes munka volt, tele élménnyel. Ugye én már ismertem őket a film kapcsán, az EGRI 56-osokat, illetve a leszármazottakat, úgyhogy volt már egy alapanyagom, egy élményanyagom, én ezt így neveztem a könyvben is, mert nagyon sok élményről számoltak be, de ehhez kutatómunka is kellett, hogy kiegészüljön úgy, hogy egy hiteles, legalábbis szerintem hiteles könyvet adjunk a gyerekek, a diákok kezébe. Ha már elhangzott a film, gyakorlatilag egy előzményfilmnek nevezhetjük, a könyv előzménye volt. Mennyiben nyújt mást a könyv, mint az elkészült film? Éppen ebben a kutató munkában, amit említettem, mert a film az inkább az élményeket, az 56-osok élményeit adja vissza, illetve történész és levéltáros segítségével, természetesen a hátteret is. Viszont itt én magam jártam utána nyilván azoknak a dokumentumoknak, anyagoknak, háttérnek, amit felhasználtam. Úgyhogy leírva az általam összegyűjtött anyag az azért más szöveganyag, mint ami a filmben elhangzott, de összességében nyilván mind a kettő ugyanolyan kronológiai sorrendben tele élményekkel úgy próbálja visszaadni az 56-os eseményeket. A tervek szerint a könyvet nem sokára az iskolákban is lapozgathatják a fiatalok. Nekem nagyon tetszett, hogy megemlítette az írónő is, hogy személyes élményeket ír. Volt már olyan iskolai megemlékezésünk is, ahol egy férfi adott előadást, illetve ő mondta az élményeit, és azt hiszem, hogy ez mindenkit sokkal jobban megérintett, úgyhogy szerintem ez mindenképp
Esetleg mennyire volt már rá példa, hogy otthon beszélgettetek 56-os, akár családot érintő, vagy ismerősöket érintő eseményekről? Ha esetleg nem, akkor mit vársz most majd ettől a könyvtől? Hát előfordult már, de ugye nekem a családomban nincs olyan rokonok között, aki ezt megélte, viszont amikor szóba jön, akkor el szoktunk róla beszélgetni, de nem annyit, amennyit kellene, de most, hogy itt elhoztam ezt a könyvet, így majd több lehetőségünk lesz rá. Kedves egri könyvbarátok! Az ünnepi könyvhét, tátiti tátá, egy adoniszi sor, vagy adóneus, ilyennel végződnek a szaffói strófák. Olyan, mint hogy izzad a orcám. Ezt egy tankönyvből tanultam. A 88. ünnepi könyvhetet és ezzel párhuzamosan a 16. gyermekkönyvnapokat Varró Dani szavai nyitották meg. Ő ezzel biztatta a legkisebbeket is olvasásra. Nyilván nincsen rálátásom, hogy az összes családban hol mi a helyzet. A saját gyerekeim, meg akikkel találkozom, vagy a rokonságban, azt látom, és viszonylag sokat írnak a gyerekekhez, mert a gyerekeknek írok kisgyerekeknek könyveket, hogy nagyon-nagyon nyitottak a gyerekek. Tehát, hogy ők maguk imádják a könyveket, mint tárgy is érdekli őket, a legkisebbeket is szívesen nézegetik, szívesen lapozgatják, és hát a mese az tényleg olyan dolog, hogy bármivel vannak elfoglalva, bármennyire rosszalkodnak is, hogyha egyszer csak meghallanak egy történetet, akkor rögtön odafigyelnek, és annyira így ösztönösen zsigerileg érdekli a gyerekeket, és a vers ugyanígy, a ritmusok, a rímek, tehát hogy abszolút alapból az van szerintem, hogy így nagyon szeretik, és hát az a, nyilván ez egy ilyen, főleg a szülő feladata, hogy akkor ezt mennyire ápolják, hogy mennyire, tehát hogy mennyire maradnak a gyerekekbe, de hogy maguktól nagyon, nagyon szeretik, nagyon nyitottak a könyvekkel, és ezt nagyon jó látni, ezt a gyermeki kíváncsiságot, érdeklődést. Hogyan ülsz neki egy versnek? Van-e valamilyen titka ennek? Hát elég változó, attól is fog, hogy milyen. Ugye mostanában sok gyerekverset írok, a saját három kisfiam, és ők ihletnek nagyon sok verset, meg nekik írok. Akkor hát azok sokszor úgy vannak, hogy hát ugye eszembe jut, miközben valami vicceset mondanak, vagy csintalankodnak, vagy tehát ilyen helyzetekből, és akkor úgy félig meddig sokszor a fejemben íródik meg, és aztán amikor már megvan belőle valami, akkor esetleg van egy szabad délelőttem, vagy ilyesmi, ami nem annyira magától értetődő, tehát hogyha van egy kis idő, akkor leülök és megpróbálom összerakni. Nincsenek olyan nagyon különös ilyen ihlet szerző stratégiáim, kávézni szoktam, általában ha ülök a gép előtt, bár az a természetes, akkor kevésbé jutnak eszembe mondjuk ilyen versorok, rímek, mint hogyha mondjuk kimegyek sétálni egyet egy közeli parkba, vagy ilyesmi, tehát hogy vagy a tó mellé, ahol lakunk, ott van egy szép tó, tehát hogy általában akkor könnyebben jutnak eszébe az embernek sorok, vers töredékek. Varró Dani Mi lett hova című könyve mutatójára is ellátogathattak az egriek. A helyszín ezúttal már a Bródi Sándor könyvtár böngészője volt. Kérődve, bőgve, búsan, árván, mikor hahó, rám törtek csülkös kis Zeuszok. A hallgatók sokuk örömére már a jól megérdemelt pihenésüket töltik, azonban fontos lehet a következő fél évre, kinek milyen feltételeik jutnak majd a kollégiumba. Most ennek járunk utána vendégeinkkel. Köszöntöm Bodonyi Daniellát és Lakatos Márkot, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mi is köszönjük szépen. Nos, hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy viszonylag új helyzet állt elő, hiszen egyetemmé vált az Eszterházy Károly Főiskolai, már Eszterházy Károly Egyetemként várják és várjuk a hallgatókat több kampuszon. Mit lehet elmondani arról, hogy mennyi kollégiumi férőhely áll rendelkezésre, mekkora a kereslet, és ezt mennyire tudja az egyetem kielégíteni? Az Eszterházy Károly Egyetemnek ebben a tanévben az Egri, Sárospataki, Gyöngyös és a Jászberényi kampuszon összesen 7 kollégiumban várják a vidéki kollégistákat, illetőleg a vidéki hallgatókat. A 4 kampuszon közel 1700 férőhelyel, amelyből az Egri kampuszra közel 900 férőhely jut. A kisebb kampuszok Sárospatakon legalább 90 férőhelyen, Jászberényi kampuszon ott 250 férőhelyen, Gyöngyösi Károly Róbert kampuszon pedig 436 férőhelyen várjuk a hallgatókat. A jelentkezések tekintetében milyen fázisban vagyunk most? Már megtörténtek a jelentkezések, vagy még várjátok a hallgatókét? Az egyetem leendő, tehát szeptembertől, 2011. szeptemberétől a leendő másod-harmad-negyed évfolyam hallgatói részére már lezárult a tavaszi fél évben a kollégiumi felvételi pályázat, míg a gólya hallgatóké pedig a vonalhúzást követően július vége augusztusban várható majd a felvételi pályázat meghirdetése.
Az utóbbi időszakok alapján egyébként mi a tapasztalat, hogy túljelentkezések vannak, vagy azért sikerül nagyjából minden rászoruló, illetve igénylő számára helyet biztosítani? Az EGRI Campuson jelentős túljelentkezés van, több mint 200 hallgatónak a pályázatát kellett férőhely hiányában elutasítani, míg a Gyöngyös és Árospataki Jászban egy campuson valamennyi benyújtott pályázatot elbíráltunk, illetőleg sikerült elhelyezésben részesíteni őket szeptembertől. És hát ha már az EGRI Campus megemlítettük, akkor Daniel, nem tudsz arról mondani, hogy milyen lehetőségek állnak például azok előtt a hallgatók előtt, akik beletartoznak ebbe a 200 főbe, akiknek ezúttal most sajnos nem sikerült a jelentkezés? Hát igen, sajnos nagyon magas ez a szám arány, viszont még most van lehetőségük a héten beadni a jogorvoslati kérelmet, hogyha nem értenek együtt a megállapított pontszámaikkal. Nagyon sokan meg is tették, mert jelenleg 120 fölötti hallgató beadta a jogorvoslatot. Sajnos ilyen 40 és 60 közötti hallgatót fogunk tudni maximum felvenni még a jogorvoslatot beadó hallgatók közül. Egyébként pedig reméljük, hogy tudunk még valamilyen új kollégiumi lehetőséget esetleg addig intézni, mire a gólyáink jönnek, vagy pedig a bérlet az, ami majd vár a hallgatóinkra. Akik már nem gólyák, régebbi motorosok, ők bizonyára tudják, hogy hol van lehetőség például itt Egerben a kollégiumi elhelyezésre, de azért frissítsük fel egy kicsit az emlékeket és ezt a tudásanyagot, tehát milyen kollégiumokban tudjátok elhelyezni őket itt Egerben? Három kollégiumunk ugye az Almagyar Dombi Campuson található, a legnagyobb létszámú ez a Lánke úti kollégium, ez egy 400 fős kollégium, aztán van az Almagyar Dombi kollégium, ez egy ilyen 184 férőhelyes, és van az apartmanházak, ugye amilyen 6 blokkházból áll, és ez 144 férőhely, és van ugye a Sasúti kollégium, ami a leghangulatosabb és legbarátibb, igaz távol van, itt pedig 98 férőhely van. Mit lehet elmondani arról, hogy amikor valaki jelentkezik, mondjuk távolabbról érkezik az EGRI Egyetemre, vagy adott esetben Sárospatakra, vagy egy másik kampuszra, mik azok a fontos tényezők, amiknek birtokában, illetve ezeknek megfelelve jó eséllyel pályázik mondjuk kollégiumi férőhelyre valaki, egy hallgató? Mivel az Eszterházy Károly Egyetem a Magyar Köztársaság állami felsőoktatási intézményei így vonatkoznak rá, a többek között a kollégiumi jelentkezést előíró jogszabályok, a Nemzeti Felsőoktatási Törvény, illetőleg a hallgatók által fizetendő térítésekről, illetőleg a részükre adható juttatásokról szól egy kormányrendelet. Ez a kormányrendelet annyit mond, hogy vizsgálni kell az iskola lakóhely távolságát, a tanulmányi teljesítményt, a közösségi munkát, az egyháztartásban élők számát, jövedelmi helyzetét. Azt is mondja a kormányrendelet, hogy pontozásos rendszert kell vezetni. Illetőleg hivatkozik a Nemzeti Felsőoktatási Törvényre, hogy van egy bizonyos hallgatói kör, amelyet előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során. Az Eszterházy Károly Egyetem Egyetemi Szociális és Ösztöndíj Bizottsága a kollégiumok igazgatóságával megalkotta a szempontrendszert. Az intézményi szabályzatokon belül a hallgatói követelményrendszer szabályzatunk az, amely rendelkezik a kollégiumi felvételi pályázatokról. Tehát egy átlátható, tiszta, nyomon követhető rendszerről van szó, és ugyan előfordulhat az, hogy valaki jóval messzebb lakik, mint mondjuk hallgatótársa, de mondjuk valahol éppenséggel a testvérek száma, vagy csak abba elegendő belegondolnunk, hogy valakit a jegyzővédelembe vesz hátrányos helyzetű. Tehát egy nagyon összetett pontrendszer van, és nagyon nehéz igazságot tenni, tehát még ha kívülről, és ahogy Daniel elmondta, tehát a jogorvoslati kérelmek magas száma is ezt igazolja, hogy ugye a kevés férőhelyet kellene minél több felé osztani, ez bizony nem egyszerű. Itt adódik a kérdés mondjuk elsősorban Eger esetében, hogy van-e lehetőség bővítésre, vagy van esetleg tervben kollégiumi bővítés, akár Egerben, akár egyéb kampuszokon? Azon hallgatóknak, akiknek férőhely hiányába utasítottuk a pályázatot, a postai úton kiküldött felvételi határozatban megadtuk a lehetőséget, hogy a Gyöngyösi Károly Róbert Campuson, a Károly Róbert Diák Otthonban esetleg szállást biztosítunk nekik, tehát ők akkor onnan mégis bejárók lennének egy 55 perces buszutazással. Nem tudjuk, hogy mennyien fogják ezt bevállalni, de van egy ilyen lehetőségünk például. Jogorvoslatot több ízben említettünk már. Hol van lehetőség megtenni mondjuk a fellebbezést vagy a panaszt? A honlapon, ahol a PDF dokumentumban elérhetőek az eredmények, ott közzétettünk egy dokumentumot, amit letölthetnek, kitöltik, írnak rá egy indoklást, hogy miért szeretnék, hogy újra legyen számolva a pontjuk, és ezt nálam az Almagyar Dombi Kollégium 2. irodájában tudják leadni személyesen.
fontos információ. Hogyha kollégiumokról beszélünk, akkor kiegészítő szolgáltatásokat is szoktunk emlegetni, mondjuk az Eszterházy Károly Egyetem kampuszain milyen szolgáltatásokkal találkozhat, aki beköltözik egy-egy kollégiumába az intézménynek. Szintén már említett jogszabályok határozzák meg azt, hogy a kollégiumi térítési díj keretében az elhelyezéssel kapcsolatos milyen kapcsolódó szolgáltatásokat kell biztosítani. Ezeknek kevés kivételtől eltekintve maradéktalanul megfelelnek a kollégiumaink. Többletszolgáltatások, amelyek azok akár a hallgatói önkormányzathoz vagy más szolgáltató szervezeti egységekhez tartoznak, igénybe vehetők. Az EGRI Campus vonatkozásában pedig Daniella tudja ezt nekünk megmondani. Hát igen, Egerben az Almagyar Dombi kampuszon, amit már említettem korábban, ugye ott van az Invest sportcentrum, amit ugye használhatnak a hallgatóink. Ugye itt pingpongozhatnak, teniszezhetnek, a futópályát is használhatják, ugye felmutatva a diákigazolványukat, ez a dolgozókra is érvényes egyébként. Egyébként az Almagyar Dombi kollégium aljában szintén van egy másik konditerem, tehát azt is használhatják. Hát igazából a hallgatói önkormányzat rengeteg programot biztosít, és közösen a kollégiumi bizottsággal mi is rengeteg színes programot próbálunk a kollégiumi életbe becsempészni. Akár gólyaavatót, akár éppen most egy kollégiumi sportnapot, kollégiumi napot, úgyhogy rendelkezésre rengeteg ilyen plusz dolog is. Bővítésről már kérdeztem, de hogyha nem bővítésről beszélünk, felújítások tekintetében hogy állunk? A Sasúti kollégium például azért szépült az utóbbi időben, ezen túl esetleg van-e terben vagy folyamatban egyéb kollégium felújítás? A kancellár úrtól tájékozottunk az elmúlt időszakban. Országos felsőoktatási kollégiumi fejlesztési program megnyitására várunk, úgymond gyakorlatilag, és ahogy szóba került a Sasúti kollégium, a külső rekonstrukciója az már megvalósult, nyilászáró csere, illetőleg a hőszigetelés, a belső felújítás pedig reményeink szerint a rövidesen megnyúló Nemzeti Felsőoktatási Kollégium fejlesztési projektben fog megvalósulni. Legyen így, biztosan nagyon sokan várják. Hogyha kollégiumi életről beszélhetünk, azt hiszem, hogy az Almagyar Dombi kollégiumok tekintetében igen vonzó ez a hely. Én nagyon sokaktól ezt hallom, hogy elsősorban oda szeretnének bekerülni. De mit lehet elmondani mondjuk az EGRI kollégista életről? Hű, ez egy nagyon jó kérdés. Ha most nézzük az Almagyar Dombot és mondjuk a Sasúti kollégiumot, igen nagy a különbség, mert ugye azért a Sasúti kollégiumban mondjuk közös zuhanyhelyiségek vannak még, és azért akárhogy is van, ez jobban összehozza a társaságot, vagy éppen lent van egy közös, több közös terük, közös meccsnézések, vagy éppen konditerem, tanulószoba használat, ott ez még hagyomány, és ott nagyon jó a közösség, akármilyen rendezvényen ott vagyunk. Fönt ugye nagyobb kollégiumok vannak, ott kevésbé, hogyha csinálunk valamilyen rendezvényt, vagy a kollégisták szeretnének maguktól szervezni, hát nem olyan nagy a részvétel mondjuk, mint a Sasúton, de aki részt vesz, az mindenképpen jól érzi magát. Az apartmanházakban, meg mivel ugye külön apartmanokban laknak végül is a hallgatók, nagyon nehéz a közösséget összekovácsolni, hiszen 6 különböző apartman, és még az is 4 felé van bontva. Úgyhogy ez így elég nagy nehézséget okoz, de megküzdünk vele. Ez egy másik típusú lakhatás. Így van. Egyébként, hogyha arról kérdezlek benneteket, hogy milyen ügyes-bajos kérdésekkel találnak meg leginkább titeket, akár Márk téged, akár Daniella téged, itt Egerben vagy egyéb kampuszokon, mik a legjellemzőbb kérdések, vagy mivel kapcsolatban keresnek benneteket? Igen. A válaszom részben kapcsolódik az előző kérdésedhez, hogy tényleg ez már az önállóságra tanítja majd a hallgatót. Tehát ugyan minden kollégiumnak van házi rendje, de azért itt már nem lesz a közoktatási kollégiumokban jellemző nevelőtanár. Itt azért koedukált szobák is lehetnek adott esetben, emeletek, és nagy változás, és ez különösen a leendő gólya hallgatóknak szól, hogy még egy közoktatási kollégiumban azért ott reggelit, ebédet, vacsorát készítenek a diákoknak, a felsőoktatási kollégiumoknak ez nem alapfeladata. Tehát itt a kollégiumokban adva van a főzési, sütési, ételkészítési lehetőség, tehát aki kevésbé konyhatündér otthon per pillanat, érdemes anyukához, nagymamához odaállni és elsajátítani az ételkészítési eljárásokat, fogásokat. Tehát ez is ugye a felsőoktatási kollégium élet velejárója. Itt a közoktatási kollégiumok házi rendjében foglalt takarodó úgymond nincsen. Felnőttként kezeljük az ide felvételt nyert hallgatókat, és ez magával hozza, hogy el is várjuk, hogy felnőttként, tehát egyetemi polgárokhoz méltóan viselkedjenek. A visszatérve, hogy milyen ügyes-bajos dolgok, ugye a hallgatónak van kötelezettsége abból kifolyólag, hogy
a jogszabályok szerint köteles lenne tartózkodási helyként bejelenteni a kollégium címét, hogy az megjelenjen a lakcímigazolványában. Az ezzel kapcsolatos ügyintézés, amellyel megkeresnek minket, a írásos tájékoztatókat igyekszünk felkészülni, és minden, tehát gyakran ismételt kérdések nyomtatott formában eljuttatjuk elektronikus úton a hallgatók részére. De mindig maradnak azért fehér foltok, illetőleg kérdőjelek, a kollégiumi térítési díjak fizetése például hogyan történik, az egyetemi kollégiumi bentlakási szerződésnek az értelmezése, adott esetben házi rendek, tehát ugye a napi rutin során úgy általában ezek. Illetőleg előfordulhat, hogy valamely hallgató, mert ugye 10 hónapra kapják alapesetben a tanév idejére, szeptembertől következő év júniusáig az elhelyezést. Mi a teendő, ha már hamarabb szeretném lemondani, mi az az úgynevezett felmondási idő, annak a módja, mikéntje, adott esetben kollégiumot szeretnék változtatni, férőhely változtatás, tehát ez a kollégiumi bentlakással kapcsolatos napi rutin, amely a kollégáknál jelentkezik. Nem csak Danielnál, hanem Sárospatokon, Jászberényben, Gyöngyösen dolgozó kollégáknál is. És van esetleg, ami mondjuk a tavalyi évhez képest változott a jelentkezések esetében? Igen, ahogy Márk az elején már kiemelte, teljesen más lett végül is a kollégiumi pályázás, eddig teljes mértékben szociális alapon történt ugye a felvétel, most ugye követjük a jogszabályt és ezt a 4 alapvető dolgot követjük és az előnyben részesítést, ez mindenképpen egy fontos és viszonylag nagy változás volt így a tanév során, egyébként más én úgy gondolom, hogy nem volt. Nem, talán még annyit kell kiemelni, hogy örvendetesen növekszik az Eszterházy Károly Egyetemre jelentkezést beadó külföldi hallgatók száma, a különféle állami jellegű, akár a keleti nyitás politikájában megvalósuló Stipendium Hungaricum programban. Leginkább a Gyöngyösi Campus vonatkozásában tudok beszélni, hogy 18 nemzetnek közel 60 hallgatója volt jelen. Ez a kollégium személyzetét, munkatársaimat is egy ugye újabb kihívás elé állította, mert ha multikulturalizmusról kell beszélni, akkor ott aztán tényleg volt. Nyilván tanulunk mi is tőlük, ők is tőlünk, itt akár a napi rutin, de ugye számunkra teljesen nyilvánvaló, hogy akár Egerben, akár Gyöngyösen, Jászberényben, Sárospatokon nyitom ki a csapot a kollégiumban, az abból ivóvíz folyik. Tehát meg kell tanítani azt is a külföldi hallgatóra, hogy igen, nálunk ez is. Talán ezt emelném még ki, és reménykedem abban, hogy ez még inkább elősegíti a saját, úgymond nem külföldi hallgatóink nyelvtanuláshoz való hozzáállását. Sőt, akár azt, hogy nem csak a Stipendium Hungaricum programban, hanem számos más nemzetközi mobilitási program, az Erasmus program, hogy a saját hallgatóinkból is még többen fognak akár egy szemesztert eltölteni valamelyik Erasmus partner külföldi felsőoktatási intézményben, és még szintén újdonság, bár még kevés hallgató érkezett, ez az úgymond Kárpát-medencei Makovec program, Erasmus program, ez a Makovec program, ahol a magyar nyelvű képzést folytató határon túli felsőoktatási intézmények hallgatói és oktatói között a Kárpát-medencében megvalósuló mobilitást, tehát onnan is várunk majd több hallgatót. Tehát így együttesen teszik igazán szerintem egyetemi kampusszá ezt a hallgatói életet a magyarok és a nem magyarok egyaránt. Aki most jelentkezik, tehát akár gólyaként, nem árt, ha ezt is tudja. Most június közepét írunk, mi az, ami a következő napok, hetek feladata lehet esetleg még a jelentkező hallgatók számára, amit talán fontos tudni? Amit fontos most tudni, hogy a határozatban szintén szerepel, amit most készhez kapnak a hét folyamán a hallgatók, hogy augusztus 17-e az a határidő, amíg a felsőbb éves hallgatók visszamondhatják a kollégiumi férőhelyüket, hogyha esetleg úgy alakul, hogy ők albérletbe mennek barátokkal, vagy esetleg valamilyen probléma folytán nem tudják folytatni tanulmányaikat. Ez az augusztus 17-i határidő az, amíg az Almagyar Dombi Kollégium 2-es irodájába, vagy éppen az adott kampusz kollégiumi koordinátorának a székhelyére elküldhetik postai úton, vagy személyesen ezt a lemondó nyilatkozatot, és ezzel ugye lemondanak a kollégiumi férőhelyről, és ugye nem lesz nekik ezzel a későbbiekben dolguk. Az egyéb kampuszokon is gondolom. Igen, így van természetesen. Ugye ezek a leendő másod, harmad, negyed évfolyam egyetemi hallgatóinkról volt szó. Ugye a gólya hallgatók, hát ugye még zajlanak az érettségi vizsgák, tehát ott még azért igyekezzenek teljesíteni, hogy a pontszámaik meglegyenek.
Nekik arra kell majd odafigyelni, hogy a vonalhúzás követően megkapják a felsőoktatási felvételi határozatot, amelyben közölni fogjuk például a következő tanévre a részükre szóló kollégiumi felvételi pályázatnak az elérhetőségét. Érdemes ezeket a dokumentumokat alaposan elolvasniuk majd, mert hát sokan elmennek éppen nyaralni, túl vannak az érettségén, megtörtént a ponthatár megállapítás, ünneplés, bekerültem, és hajlamosak lehetnek elsikkadni fontos információk fölött, tehát itt is lesz majd határideje a kollégiumi felvételi pályázatok beadásának, és nagyon fontos, hogy csak is kizárólag az olyan szociális és egyéb körülményeket fogjuk tudni figyelembe venni és értékelni, pontozni a kollégiumi felvételi pályázatban, amely igazolást mögé csatolják. Tehát az igazolások beszerzésére is fordítsanak gondot, adott esetben, ha azt valamely hatóságtól kell kikérni, annak az esetleges átfutási idejére. Tehát érdemes lesz alaposan átnézni majd ezeket a nyomtatványokat, dokumentumokat. És most itt, mint aki jól végezte dolgát, akár a beszélgetés végére is érhetnénk, na de a beköltözésről még ejtsünk néhány szót. Én úgy gondolom, mikor zajlik a beköltözés, mikor várjátok az új kollégistákat, és mi az, amit esetleg még erre az időszakra vonatkozóan hasznos tudni? A Gólya hét lesz az, amelynek a programja még kialakítás alatt van. Annak függvényében határozzuk majd meg a Gólya hallgatók részére a felvételi, kollégiumi felvételi határozatokban a beköltözésnek az időpontját, az azzal kapcsolatos tudnivalókat, hogy például miket kell magával hoznia, milyen dokumentumokra lesz szükség, tehát külön a postai úton, illetőleg elektronikus úton is lehetőséget biztosítunk, hogy tájékozódjanak a felvételi eljárás eredményéről. Én köszönöm szépen, nagyon remélem, hogy egy teljes képet tudtunk adni azoknak, akik ide készülnek az EGRI, illetve az Eszterházy Károly Egyetem kampuszain a kollégiumába. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, Márk Daniella. Találkozzunk még évkezdetkor is, én azt mondom. Köszönjük szépen. Köszönjük. És akkor megyünk is tovább egy szép elismeréssel. 2017. június 6-ai döntésével a Nemzetközi Sötét Égbolt Szövetség Csillagos Égbolt Parkán nyilvánította a Bükki Nemzeti Parkot. Magyarországon a Zselic és a Hortobágy mellett harmadikként egy új védett területként kapta meg ezt a rangos elismerést. A Sötét Égbolt Szövetség amerikai székhelyű, amely az egész világon képviselteti magát, idén a Bükki Nemzeti Parkot nyilvánították Csillagos Égbolt Parkká. Ez azt jelenti, hogy a Csillagos Égbolt, az éjszakai környezet most már kifejezett védelmet kapott, és ennek nagyon sok feltétele volt. Egyrészt az égboltnak jelenleg is olyan minőségűnek kell lennie, hogyha valaki elmegy oda, akkor a tejút látványában gyönyörködhessen. A világításnak megfelelőnek kell lenni, hát ebben még kell egy kis fejlődés, de már eleve vannak olyan helyi szabályozások a Nemzeti Parkban, ami lehetővé teszi azt, hogy olyan közvilágítás vagy díszvilágítás működjön, ami nem zavarja a csillagos égbolt látványát, és ezen kívül nagyon sok olyan programot kell szervezni, ahova bárki elmehet és gyönyörködhet az itteni égboltban. Az elismerés a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület, illetve a Bükki Nemzeti Park közös munkájának gyümölcse. Az elismerés igazából a Kaptárkő Egyesületet illeti, ugyanis azt az anyagot, amivel a Csillagos Égbolt Park elismerést megnyerte, a Bükki Nemzeti Park részére azt a Kaptárkő Egyesület nyújtotta be és dolgozta ki. Ebben nagyon-nagyon hosszú felmérési, regisztrációs folyamatok és kutató munkák játszottak közre, és most annál a mérföldkőnél vagyunk, amikor megtörtént az, hogy kiállításra került ez a tanúsítvány, és most kaptuk meg mi, mint Bükki Nemzeti Park igazgatóság azt a feladatot, hogy a terület természetvédelmi kezelőjeként, a Bükki Nemzeti Park természetvédelmi kezelőjeként ezt a tanúsítványt, az ebben foglalt kötelezettségeket tudjuk teljesíteni. Tehát ez nagyon-nagyon sok munkával is jár, elismeréssel jár, de azt gondolom, hogy a Nemzeti Park Igazgatóság alapfeladata, ami a természetvédelemben úgy általánosságban megfogalmazásra kerül, a klasszikus feladatunkon túl már a fényszennyezés is ugyanúgy a feladataink közé került. A több éven át folytatott munka, az elért eredmények és teendők összegzése nyomán találta alkalmasnak a területet a Nemzetközi Sötét Égbolt Szövetség.
Több mint 3 éves munkáról van szó. Ugye a Nemzetközi Sötét Égbolt Szövetségnek egy nagyon komoly kritériumrendszere van, aminek meg kell felelni. És ez több éves munkának köszönhető. Fel kellett mérni az egész Bükki Nemzeti Parknak a fényszennyezettség értékeit, és hát azt találtuk, hogy nagyon jó helyen vagyunk, európai szinten is. Úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy itt akkor legyen egy csillagos égbolt park. És hát a sok mérés, illetve különböző egyéb események voltak, például Miskolcon, Egerben, Gyöngyösen a környéken. Tartottunk olyan eseményeket, amikor bemutattuk a látogatók számára a csillagos égboltnak a látnivalóit, vagy egy éjszakai túra volt például, tehát nagyon sok ilyen éjszakai esemény volt, ilyen szemléletformáló oktatási jelleggel igazából, és több lámpatestet is lecseréltünk, tehát nem csak beszéltünk arról, hogy hogyan kell a fényszennyezést csökkenteni, hanem hozzá is tettünk valamit, tehát fizikailag is csökkentettük a fényszennyezést, ugye ahogy a projektfilmben is lehetett látni, több világítótestet is lecseréltünk annak érdekében, hogy a fényszennyezésnek a mértéke kisebb legyen. Az emberi települések és létesítmények növekedésével egyre nő a fölösleges fénykibocsátás. A tápláléklánc és bizonyos fajok kerülnek veszélybe azáltal, hogy zavarja őket a mesterséges fényforrás. Ezen tények indokolták a csillagos égbolt park létrehozását, így hozzájárulva a fölösleges és káros fénykibocsátás visszaszorításához. Gyékerrendszer, vajon mindannyian ismerik a fogalmat a kedves nézők közül, például már a minden gyakorlatát töltő hallgató használja ezt a felületet, és hogy hogyan is működik, és hogyan lehet legegyszerűbben kiigazodni a rendszer útvesztőiben, abban szeretnénk most majd segíteni, és ebben nekem is lesz segítségem. Jordán Dánielt és Mándi Jánost köszöntöm itt a stúdióban. Gyékerrendszer jó pár éve működik már, és bizonyára sok hallgató is használta már, illetve gyakorlatot adó vállalat, illetve képzőhely, illetve gyakorlati hely. Igazából mi a lényeg ennek a rendszernek, mire való? Köszöntöm a kedves nézőket, köszönjük a meghívást. Lényegében itt egy olyan rendszerről beszélünk, ami az egyetemünkön lévő hallgatóknak segít a szakmai gyakorlat teljesítésében. Elsősorban nem csak a hallgatóknak segít ez, hanem az oktató kollégáknól is egy nagy adminisztrációs terhet vesz le, legalábbis reményeink szerint, ők is így gondolják ezt. Hogyha nagyon röviden akarnám összefoglalni, akkor ez kifejezetten a szakmai gyakorlat támogatása, emellett a mindennapi életben segít nekünk is, tehát olyan statisztikai adatokat tudunk belőle kivonni, lekérdezni, amelyek a gyakorlati helyekkel kapcsolatos elégedettséget és egyéb információkat tárnak elénk, ami más rendszerekből nem lehetne lekérdezhető. Tehát mi a helyzet olyankor, hogyha mondjuk egy hallgató egy olyan gyakorlati helyre szeretne menni, ami mondjuk még nincs benne a rendszerben, akkor van-e külön teendő? Van, igen. Az adatlapját létrehozza a mi rendszerünkben, és kiválasztja azt, hogy új gyakorlati helyet regisztrál. Ebben az esetben egy együttműködési megállapodást kell kitöltenie a céggel, amit elhoz hozzánk az irodába, a B épületbe, a 217-es irodába. Ezt mi átveszük tőle, leellenőrizzük, hogy megfelelően legyenek kitöltve az adatok, majd rektor úrnak elvisszük, aláírja, és így fog megtörténni az együttműködés. Ezután fog a rendszerünkben szerepelni a cég. Én igazából emlékszem, hogy még elég volt egy A4-es oldalon folyóírással összefoglalni, hogy mit is csináltam az idő alatt, amit amikor a gyakorlati helyemen voltam. Ehhez képest most hogyan történik az igazolása a gyakorlat meglétének, és elég-e tényleg egy ilyen beszámoló, vagy ez egy kicsit komplexebb azóta? Most már azért egy kicsit komplexebbet várnak el az oktatóink és a szakma a hallgatóktól, ugye, ahogy kollégám is említette, megtörténik ez a regisztrációs folyamat, amikor is elbírálja már a gyakorlat megkezdése előtt a oktató kolléga, hogy az adott hallgatónak adott szakhoz ez a gyakorlati hely megfelelő-e szakmailag vagy sem. Amennyiben tételezzük föl, hogy ez megfelelő szakmailag, ugye megkezdi a hallgatót a szakmai gyakorlatát, letölti az adott szakhoz tartozó gyakorlati időt. Ezt követően egy munkanaplót kell készítenie a hallgatónak, amelyben részletezi, a szakonként eltér, hogy milyen terjedelműnek kell ennek a beszámolónak lennie, emellett pedig egy teljesítésigazolást is kérünk a
szakmai gyakorlóhelytől, hogy valóban adott időszakban adott hallgató teljesítette a szakmai gyakorlatát. Ezeket a dokumentumokat behozza a hallgató hozzánk az irodába, ezt az elektronikus rendszerben a kollégák feltöltik, és folyamatában haladunk tovább a lépésekben. Igazából folyamatosan úgy is lett kialakítva a rendszer, és folyamatosan ezen dolgozunk, hogy papír alapon a lehető legkevesebb dolgot kelljen mozgatni a hallgatónak, viszont vannak ilyen elengedhetetlen dokumentumok, mint például a teljesítési igazolás is, amelyet sajnos még csak itt tudunk megoldani jelenleg. Most kezdjük el egy picit megvizsgálni a rendszert különböző szemszögekből. Mondjuk most hallgatói szemszögből mi az, amennyiben könnyebbséget jelent ez a rendszer a korábbi bevett módszerekhez képest? Igazából, ahogy nézzük, modern világ, a informatika megjelenik folyamatosan az életben. Szerintem ez így sokkal egyszerűbb, hogy nem kell fogadóidőhöz viszonyulni a tanárnak. Van egy elég tág ügyfélfogadási időnk, hozzánk bármikor jöhetnek, akár ügyfélfogadási időn kívül is, bármikor fogadjuk őket és készséggel segítünk nekik. Szerintem ebben sokkal jobb, mint a régen, ahogy volt, illetve amikor elakadnak, nem csak személyesen, hanem e-mailben és telefonon is tudunk nekik segíteni. Esetleg, hogyha behozzák a papírjaikat, akkor átvizsgáljuk ugyanúgy, mint ahogy mondtam, az együttműködési megállapodásnál. Ami nem helyes esetleg, akkor vissza tudjuk küldeni egyből, tehát nem lesz az, hogy behozza, eltelik egy-két hét, utána derül ki, hogy helyes, helytelen. Úgyhogy szerintem ebben sokat segítünk nekik. Tehát az elektronikus rendszernek köszönhetően is szinte valós idő visszacsatolást kap ugye a hallgató is abban, hogy hogyan halad előre a folyamatban, és látja az elejét, látja a végét, és hogy abban milyen utat kell bejárnia. Akiknek ez egy kicsit nehezebben megy, vagy bonyolultabban, akkor természetesen ugye a kollégák segítenek telefonon, elektronikus e-mailben, vagy személyesen is. Azt most már értem, hogy mondjuk a hallgatóknak, illetve az intézményen belül dolgozó oktatóknak miért jelent könnyebbséget, de mondjuk, ha én egy gyakorlati helyen vagyok, akkor gondolom nekem is meg kell tanulni ezt a rendszert kezelni. Esetleg nem adódott-e probléma ebből ez idáig? Nehézségek mindig vannak, én úgy gondolom, ennél a rendszernél is természetesen. Ezt igazából gyakorlati helye válogatja. Azt fontos itt tudni, hogy a külső szakembert, aki felel ott a hallgatóért, őt ugye tereptanárnak hívjuk a rendszerünkben, ez a megnevezése. Ugye a tereptanár számára a rendszerben a folyamatban egy bizonyos pontnál adunk lehetőséget, hogy becsatlakozzon, tehát nem akarjuk fölösleges információkkal terhelni, mint például ugye a befogadó nyilatkozatok, együttműködési megállapodások, mert ezt mi egyben látjuk egy lineáris folyamatban, őt egy bizonyos pontnál kapcsoljuk be a folyamatba, amikor ebbe az elektronikus rendszerbe belép, ő csak azt az adott státuszt látja, úgymond, amivel neki dolga van, arról kap előtte ugye rendszerüzenet, is, tehát viszonylag próbáljuk szűrni a feléjük kimenő információkat. Ahogy az elején is említettem, mindig van egy-két olyan eset, ahol segítségre van szükség, vagy elakadnak, nem érkezik meg az e-mail, de talán ugye nem tud belépni a rendszerben, elektronikusan automatikus levelet kap a belépésről, de ebben az esetben, hogyha betelefonál az irodába, vagy valamilyen jelét adja annak, hogy ő elakadt, akkor itt azonnal szoktunk segíteni. Tehát ebből nagy fennakadások eddig még nem voltak tapasztalatuk. Van-e olyan kiemelt időszak, amikor viszonylag több teendő hárul rátok is, és a hallgatókra is, amikor mondjuk elsősorban végzik a szakmai gyakorlatot, vagy ez folyamatában érkezik hozzátok a megkeresések is? Ez folyamatában szokott általában kezdődni. Évelején, ahogy elkezdődik ugye a szorgalmi időszak, elkezdik a szakmai gyakorlatot, ha esetleg nem nyáron, és akkor hozzák az együttműködési nyilatkozat, befogadó nyilatkozat, vagy megállapodás befogadó nyilatkozatot, ezt az elején hozzák, utána mi ezeket folyamatosan töltjük fel nekik, eltenik egy kis idő, utána újra felkeresnek minket a munkanapról, a teljesítési igazolásra, tehát ez inkább ilyen folyamatos, nem egyszerre szokott a nyakunkba zúdulni. És hát a korábbiakhoz képest változás, én azt gondolom az is, hogy azért egyre több és hosszabb időt kell a gyakorlati helyeken eltölteni. Ez az utóbbi években változott egyébként?
szakonként változó. Én azt mondhatom, hogy például úgy veszem észre, hogy a gazdaságtudományi karon ott magasabbak a követelmények a óraszámban, ellenben egy természettudományin ott előfordul az is, hogy a hallgatók a szakmai gyakorlat 1-2-t például egyszerre tudják teljesíteni, viszont a, mint ahogy mondtam, a gazdasági részen ott magasabbat szoktak igényelni. Ez az időszak ró-e valami kiemelt feladatot rátok akár? Hát a hallgatókra már gondolom kevésbé, hiszen túl vannak mondjuk a vizsgákon is, illetve a szorgalmi időszakon. Most egy kicsit a pihenés időszaka következik, vagy ebben a rendszerben ez nem mondható el? Igazából úgy tűnhetne, igen, valóban. Azonban két dolog miatt sem. Az egyik éppen az lenne, hogy amit minden évben ilyen időszakban szokott csinálni az irodának ezen a részlege, hogy készülünk a következő szemeszterre. Ugye új hallgatók, a gyakorlat szempontjából szinte mindenki új hallgató, ugye, aki abban a képzési részhez ér, és roadshow-kkal készülünk számukra a rendszert bemutatni, felkeressük a különböző intézeteket, tanszékeket, tehát ebbe fektetünk most igen nagy energiákat, hogy ugyanis azt tapasztaltuk, hogy az, hogy egy honlapon, vagy egy levél, egy körüzenetben próbáljuk informálni a hallgatókat, az olyan 50-50%-os sikerrel, ezért a személyes megkeresések felé mozdulunk el egyrészt, tehát ezekre mindenféleképpen készülünk, hogy első kézből kaphassanak információt, a hallgatók tudják személyhez, irodához, egységhez kapcsolni a szakmai gyakorlat teljesítést és az egész rendszert. Emellett ugye magát a GKR rendszernek a megújításán is folyamatosan dolgozunk. Már egy, tehát az informatikai rendszert próbáljuk megújítani, nem mondanám, hogy cserélni. Valójában egy teljesen új rendszer lesz, de a régi rendszer pozitívumait, előnyeit átmentjük és kiegészítjük olyan igényekkel, amiket az előző években tapasztaltunk, hogy bizonyos tanszékeknek akár sajátosságok jelentkeznek, amit az előző rendszerben nem tudtunk, mert egy viszonylag merev rendszer volt. Itt próbálunk egy kicsit egyszerűbbet, vagy inkább jobban alkalmazkodni tudó rendszert létrehozni, és ennek a tesztelése folyamatosan zajlik, tehát szeptembertől szeretnénk bevezetni, úgyhogy itt igazából most nincs megállás. Uraim, nagyon sok sikert kívánok akkor ehhez is többek között, illetve a rendszer működtetéséhez is a továbbiakban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük szépen. Megyünk is tovább. Idén is szép számmal több mint 130-an jelentkeztek Véradónak a Média Eger által szervezett családbarát donornap alkalmával. A helyi bevásárlóközpont díszkertjébe várták a segíteni szándékozó egrieket. Körülbelül 70-en jelentkeztek eddig Véradásra, de ami örömhír, hogy szépen folyamatosan növekszik ez a bizonyos sor, akik szeretnének vért adni. Jócskán nőtt a véradók száma, összesen 137-en jelentkeztek idén a TV Eger által szervezett véradásra, melyet már évek óta családbarát programok is kísérnek. Sokan először tartották tű alá karjukat, volt, aki egyedül és olyan is, aki csapattal érkezett. Egy nagyon feltöltő élmény volt, én nagyon vártam már, hogy megint jöhessek, hiszen az a második véradásom, és igazából én nagyon élvezem mindazt a negyed órát, amit az ágyban töltök, és utána is egy megújulva térek vissza egy kicsit. Tehát te már eljöttél akkor vért adni, amikor először lehetett, igaz? Ez hogyan kezdődött? Igen, én már körülbelül 10 éves korom óta vártam, hogy elérjem ezt a 18. életévemet, és akkor rá egy hónappal jöttem is vért adni, hiszen az András is vagyok, és így az iskolámban nagyon sokszor szerveznek véradást, és így rögtön lehetőségem is volt erre. Sokan mondják, hogy a család is buzdítja őket, és biztatja, hogy menjenek el, és legyenek donorok. Nálatok is így volt ez? Én igazából különösebb biztatást nem kaptam, de édesapám példát mutat, hiszen rendszeres véradó, és évente többször is jár. Lehet, hogy ez is motivált valamilyen szinten, meg hiszen a másokon való segítés is, ami nagyon fontos tényező. Alá teszed és felnyomod a begyénél. Házi és vadállatok bemutatója, vércukorszintmérés csupán néhány a kísérő programok közül, amelyek igazán közösségi programmá tették a véradást idén is. A selyemtyúkunk, törpenyuszink, tengeri malacunk, szelíd galambunk, de lehet leopárd gekkót, szakállas agámát, madárpókot, óriás kígyót, valamint királysiklót is látni. Mutasd be kérlek a galambodat, akit épp láthatunk.
Ő egy csepeli hófehér magas röptű keringő galamb, név szerint fantáziadúsan galamb, és még fontos róla tudni, hogy 2 hónapos, úgyhogy betanuló fázisban van, de szépen halad. Ide azért érkeznek családok is, gyerekek is jócskán, hiszen egy családbarát donornapról beszélhetünk immáron. Nem tartod veszélyesnek, hogy mondjuk kígyót is, vagy sok esetben pókot is kihozol? Hát ennek a póknak a mérge az emberre nézve ártalmatlan, általában a méregkarmával nem is tudná átdöfni az ember bőrét, viszont eddigi évei alatt nem ismart meg sem engem, sem mást, reméljük nem most szándékozik elkezdeni. A kígyó pedig megfelelő bánásmód mellett szintén ártalmatlan, de mérge egyébként sincs. Sokáig egyedülálló volt a TV Eger kezdeményezése. A Véradással már 14 éve ösztönzi a televízió segítségnyújtás ezen formáját. 2 éve volt az, amikor úgy döntöttünk, hogy áthelyezzük a helyszínt ide az Egri Bevásárlóközpont udvarára, és akkor nagyon bejött, hiszen akkor minden eddiginél többen voltak, akik véradásra jelentkeztek, és adhattak is vért, tehát abszolút rekordokat döntögettünk 2 évvel ezelőtt. Tavaly az eső egy icipicit közbeszólt, de akkor is ezen a helyszínen voltunk, és hát idén úgy döntöttünk, hogy szintén nagyon szép időnk van, hál' Istennek, és már most nagyon sokan jöttek és adtak vért. Hogy mivel lennénk elégedettek? Hát azt gondolom, hogy ha 2 évvel ezelőtti számokat, a 160 fölötti véradásra jelentkező számot tudnánk hozni, akkor nagyon boldogok lennénk, de ha már a 100-at elérjük, akkor is nagyon örülünk, de ha csak 50-en jönnek, akkor is tulajdonképpen igazából elvárásaink nincsenek, csak azt szeretnénk, hogy akik ide eljönnek, jól érezzék magukat. Erre készültünk különböző kiállítókkal, gyerekfoglalkoztatókkal, állatsimogatóval, tehát tényleg van itt minden, ami szemszájnak ingere. És hát természetesen az élő műsor, amivel pedig azokat várjuk, akik valami miatt úgy döntöttek, hogy otthon maradnak, de szeretik ezt a programot, szeretik ezt a műsort, és szívesen nézik. A sorok csak gyarapodtak, egyre többen vettek részt a rendhagyó véradáson. A vérellátószolgálat számára is hatalmas segítséget jelentenek a hasonló alkalmak. Nekünk ezzel a várossal nagyon nagy szerencsénk van, mert tele van kulturális programmal, tehát nagy rendezvényekkel. Most, tehát már kezdettől fogva tulajdonképpen úgy számítottak is ránk a mi megjelenésünkre, úgyhogy most már szerintem nem nagyon van olyan rendezvény, ahol mi nem képviseljük magunkat. Én meg szívesen megyek, hogyha hívnak, mert minden cseppvérre szükség van. Nagyon jó végszó lenne, de még egy dologra kíváncsi vagyok, ez egy zömében egyetemi hallgatóknak, fiataloknak szóló műsor. Mit lehet arról elmondani, hogy mennyire nagy az aktivitás, akár a középiskolás, vagy az egyetemi korosztály körében? Hát a középiskolásoknál 2004-ben megálmodtuk a Vöröskereszttel az egri diákvért, és azt szerintem, hogy minden évben nagyon jól, tehát nagyon jó megjelenésük van a gyerekeknek. Ez azért az ők is szocializációjukban azért ez egy fontos lépés, hogy megmaradjon az segítőkészség, mert azért, valljuk be őszintén, ez a világ nem erről szól, vagy nem... Nem annyira erről szól. Hát a főiskolás hallgatók, azok jöhetnének a létszámokból adódóan többen is, de igazándiból tényleg van egy kis mag, akik aktívak, akik eljönnek. Azért olyan nagyjából évi 300 egységvér azért úgy tehát leveszünk tőlük. Úgyhogy azok aranyosak, kedvesek, de hát nyilván ők azért le vannak terhelve, tanulnak, vizsgaidőszak van, nem ébredtem föl. Ja Istenem, most éppen alig vagyok 50 kiló, mert nem eszek, nem iszok meg egyébként is. Tehát hát nyilván kell egy olyan időszakot, a fiúk gyávák, vagy bocsánat, gyávábbak egy kicsit. Tehát, de gyakorlatilag azért én úgy gondolom, hogy az én általam elvárt aktivitásnak megfelelnek, ha többen jönnének, az még jobb lenne, mert tényleg ez egy olyan karitatív dolog, amiben pénz nincs, tehát tulajdonképpen, és remélem, hogy soha nem is lesz, tehát valahol az embernek kell tudni kell adni, és ez egy jó érzés. Az évek során más médiumok is részt vállaltak a vérellátó szolgálat segítésében. A TV Eger azonban úttörő szerepet vállalt. 14 évvel ezelőtt, akkor a Donorok Világnapja alkalmából, ami szintén nem sokkal korábban indult el, ez egy világmozgalom, a WHO nevezte ki június 14-ét a Donorok Világnapjának, és
előtte egy-két nappal, vagy utána egy-két nappal szokott lenni a tévéegeres véradás. Na most médiumok máshol is szerveznek véradást, de amiben a Eger TV az különleges, hogy első ilyen próbálkozás volt az országban, és ilyen eredményes máshol nem szokott lenni a projekt, tehát sokkal kevesebben jelennek meg, illetve az, hogy itt össze van kötve egy folyamatos közvetítéssel, hogy vannak kiegészítő tevékenységek és egyéb olyan dolgok, ami az érdeklődőket szórakoztatja, ez kiegészíti a véradás élményét, tehát ez így együtt nagyon jó. Végül 137-en jelentkeztek donornak, amivel idén is elégedett lehetett a stáb. Idén is lesz egri érsekkerti nyári játékok, a már hagyományos nyári színfolt során a Pince Színház előadásai mellett az Egri Nemzetközi Alkotó és Művésztelep különleges performanszát is megtekinthetik a látogatók. A Pince Színház nem nyári színház, hanem egy olyan társulat, akik színházat csinálnak nyáron, hangzott el a sajtótájékoztatón, melyet a Pince Színház egri elnöke, Tatár Gabriella nyitott meg. Ugyanúgy, mint az elmúlt években, most is igyekszünk új bemutatókkal ide csalogatni a nézőket. Az első bemutatónk Régúni Kölcsönlakás című darabja lesz, utána Neil Simon Mezitlába parkban. Lesz egy kis színpadi bemutatónk is, még egyszer veled ugyanitt. Ez a jövőre veled ugyanitt, amit 3 évvel ezelőtt bemutattunk második része. Ezt Vándor Éva és Harmat Imre előadásában, illetve a harmadik szereplő Barát Zoltán lesz. A gyerekeknek Lázár Ervin négyszögletű kerekerdője lesz az újdonság, illetve műsoron tartjuk a csoportterápiát, a Boeing-Boeing előadást, a stílusgyakorlatokat, a gyerekeknek a Pinokkiót, Ágacskát, Hopládát. Nagyon színes a paletta, igazából 10 előadásunk van, amit 69 alkalommal lehet megtekinteni ez alatt a július 14-e és augusztus 19-e idő alatt. A színház művészete és az alkotó művészet találkozó pontja a nyári játékok, hiszen az Egri Nemzetközi Alkotó és Művésztelep is kapcsolódik a programokhoz. Augusztus 7-én indulunk, 14-ig fog tartani a művésztelep. 16 művész kapott meghívást a művésztelepre. Oroszországból, Ausztriából, Magyarországból, Horvátországból, Németországból fognak érkezni alkotók. Reméljük, hogy mindenki el fog tudni jönni, mert a művésztelep egyre népszerűbb a művészek körében is, tehát hogy most már a művészek keresik a lehetőséget, hogy hogyan tudnának itt részt venni. Hát az alkotói hét az nagyon izgalmas a számunkra, mert 7-én beköltözünk a kis zsinagógába, mindenki elfoglalja a munkahelyét, elkezdődik az alkotó munka. A művészeknek van elég idejük a városban bóklászni, ismerkedni a jellegzetességeivel, az emberekkel. Esténként a színdarabokat tekintjük meg az érsekkertben, ez is egy rendkívül közel hozza a színészeket a képzőművészekkel, most már komoly barátságok szövődtek, ami nagyon jó. A 7. Egri érsekerti nyári játékok színes műsora idén is szórakoztatja majd a helyieket, illetve a városunkban látogató turistákat. A Pince Színház szervezésében erre a nyárra is igyekeztek olyan darabokat keresni, melyek elsősorban felhőtlen kikapcsolódást, igazi felüdülést kínálnak az érsekerti tópartjára kilátogató nézőknek. A képzőművészet vizeire evezünk a következő néhány percben, a Vizuális Művészeti Intézet diplomakiállításán jártunk. Nagyon sok dolog történt 3 év alatt, ráadásul ugye sok MS hallgató BA-sként kezdte nálunk, és aztán így folytatta nálunk az MA-t, úgyhogy a BA-s hallgatók azok az én osztályom is volt idézőjelben, ugye aki a legtöbbet foglalkozik velük, meg a rajzot tanítja, az kapja ezt a titulust általában, és hát 3 főbb szakirány volt, a webdesign, a képanimátor és a tervező grafika szakirány. Itt már saját szaktanáraik voltak, én a kép animátorokat tanítottam, úgyhogy az ők az én végzőseim. Hát érzelmileg nyilván ez egy ilyen kihegyezett állapot most, hogy
épp hogy elkészültünk a kiállításra az anyagokkal. Ráadásul nálunk ugye tervezőgrafika művészeti Emmával. Idén egyébként a BA is tervezőgrafika és művészeti képzés alakul át, ugye eddig művészet közvetítő képzés volt, most már művészeti képzés lesz ez is. Úgyhogy hála Istennek többen is fognak jönni hozzánk a BA-ról, az Emmára. Nagyon sokféle munkát csinálnak, de eleve már ugye annyit talán, hogy mindenki megpróbál valamilyen intermedikus irányban elmenni, nem csak, tehát nincsenek csak tisztán tervezőgrafikai, csak tisztán animátori, vagy csak tisztán webdesigneri munkák, mindegyikben keveredik, tehát minden egyes animátori munkában is, ahogy itt most megjelenik, van egy installációs háttere, a tervezőgrafikusok is készítenek animációkat, illetve hát egy webdesigner is installatív környezetben állítja ki a munkáját, illetve egy nagyon kemény tervezőgrafikai háttér is van a munka mögött. Úgyhogy ezek összefüggnek, ezek a dolgok. Talán ami egy közös dolog lehet, az, hogy a három szakirány, ugye a három műfaj ilyen installatív környezetben találkozik, ahogy itt majd a kiállításon is lehet látni. A munkám az gyerekeknek készült játék. Papírból kihajtható állatfigurákat készítettem. Az első terveim között az szerepelt, hogy kifejezetten kórházban kezelt gyerekeknek csináljak játékot, ami azért fontos, mert ágyhoz kötöttek, és nem feltétlenül tudnak közösségben játszani. Ezért saját elfoglaltságukként a telefonjukkal játszanak, amit én nem tartottam annyira jónak. És ezért próbáltam olyan manuális játékot készíteni nekik, amit a telefonjuk helyett tudnak játszani. És ez a játék kényelmesen elfér az ölükben, az ágyban, és így tudnak vele játszani. Ki lett ezt próbálva a hétköznapokban? Így van, a szakdolgozatomat Miskolcon a gyermekkórházban írtam, és ott daganatos gyermekekkel foglalkoztam, velük rajzoltunk, és többek között ők is adták az ötletet, és a témáknak a témákhoz az ötletet ők adták. Az utóbbi fél évben valóban több pályázaton is részt vettem, ami köszönhető az iskolának, hogy mindig szerepeltetnek minket pályázatokon, és promótálnak minket. Az első pályázat az a Hello Design Talent Award volt, amin első helyezést sikerült elérnem. És a másik pedig azt a Cseh Design rendezte, ez egy prágai design cég, és a múlt héten voltam a díjátadón, ahol külön díjban részesültem. A jövőbeli terveim között szerepel, hogy itt folytatom a mestertanulmányaimat, jelentkeztem is, beadtam a felvételit, aztán most kíváncsian várom, hogy felvesznek-e. A diplomamunkam egy ilyen összefoglaló az elmúlt három évről. Az elején ilyen montázsokból indultam ki, ilyen 70-es, 80-as évekbeli újságokból vágtam ki a képeket, és ez meg is maradt ilyen fekete-fehéren ábrázolom a figurákat, mögötte pedig egy ilyen monokrom háttér, amivel egy ilyen melankolikus világot, szürrealizmust szeretnék megjeleníteni. Meg hát mindenki ugye azt lát bele, vagy azt az érzést, az az érzés kelt benne, ami önmagában benne van. És akkor te most harmadéves vagy, végeztél, mik a további terveid? Hát úgy néz ki, hogy indul ebben az iskolában egy emászak, vagy azt próbálom meg, vagy galériákba, múzeumokba elhelyezkedni. Az előző esztendőben egy emeletet foglalt el a kiállítás, idén kettőt, számíthatunk arra, hogy jövőre három szintes lesz esetleg a diploma 2018-as kiállítás? Ez csupán egy szervezési probléma, tehát a tavaly két részletben állítottunk ki, tehát ugye a Kepes Intézet programját mi nem tudjuk fölborítani, tehát ők csak helyet adnak nekünk, tehát ez
ugye köszönettel tartozunk nekik. Most az idén úgy alakult, hogy mind a két szintet megkaptuk. Jövőre, hogyha a harmadik szintet is megkapjuk, mi biztosak vagyunk benne, hogy képesek vagyunk rá megtölteni. A disznótorból indultam ki, mint téma, de évek óta foglalkozok, 2011 óta ezzel a kérdéskörrel, hogy mint a hús. És az évek alatt sok kört végigjártam, és a végre arra jutottam, hogy csak igazából a hagyományozási szempontját szeretném megtartani az egésznek. Nem akarok semmit belegondolni, meg túl misztifikálni, hanem egyszerűen csak a disznótor, mert szép számomra a hagyomány. Az életem során ezt kikerültem például Kolozsvára Erasmusszal, és ott, ami az eddig felvett dolgokat magammal hordoztam, ott letudtam mindent. Mint festészetileg, mint személyiségileg, szóval sokat kellett hozzágyúrni a személyiségemet is, és a festészeti képi világomat, mint eszközterén, mint forma, és mint ábrázolásmód. Tehát nagyon sok minden keresztül mentem, hogy idáig eljussak. És hogy ezt úgymond én is belássam, hogy ez az egésznek a végkimenete, amit 6 éve próbálok magamban megtalálni, úgymond ezt a választ. Kiemelkedően sok esemény volt. Tehát egyrészt idén volt az OMDK, ami ugye mindig egy izgalmas momentum a hallgatók életében, hisz ekkor tudjuk ugye belőni magunkat, hogy körülbelül országos szinten hol tartunk. Nem egy precíz mérleg ez a díjak száma, ha lehet így fogalmazni, viszont mindenféleképp ad egyfajta információt, hogy a hallgatóink hogy szerepelnek országos viszonylatban. És hát idén sem szégyenkezhetünk, akár csak 2 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt, amikor itt szerveztük az OMDK-t. Idén is 16 díjat hoztunk összesen el, ami nagynak mondható, mondjuk nagy számnak mondható, így országos viszonylatban is. Ennél még vannak szerintem hasonló fontosságú dolgok, tehát mondjuk ez a mostani diploma kiállítás is, ugye ez egy fokmérője az elmúlt 1 év, akár az elmúlt 3 év munkájának. Viszont vannak olyan nem annyira látható események, például a tavaly nyáron, amikor hallgatóinkkal Dél-Koreába vettünk részt egy biennálén, és ők a biennálé ideje alatt asszisztensként dolgoztak, de a szervezők úgy döntöttek, hogy megengedik, hogy ők is csinálnak egy munkát, és az is ki lett állítva a biennálé keretében, egy nemzetközi biennálé keretében, és a katalógusba is bekerültek a hallgatók. Ezek az eredmények generálnak nagyszámú jelentkezőt, és hát igen, ugye az újonnal induló, szeptemberben induló tervező grafika alapszakra rekordszámú jelentkező van, ki lehet bátran mondani, 210 akárhány, ami tényleg országosan is kirívóan magas, és a festészet grafika szakra sem szégyenkezhetünk, ott valami 150 körül van a jelentkezők száma. Tehát, amint említettem, ezek az eredmények, gondolom meg ezek a megjelenések különböző kiállításokon, azt hiszem, hogy ezek azok a generáló faktorok, amik az ország művészeti középiskoláiból ide vonzák a hallgatókat.
Művészet más szemszögből, ezzel a címmel nyílt kiállítása az Arkt Művészeti Ellátóban, az Opál Tehetséggondozó Alapítvány szervezésében. A kiállító termek falait ezúttal fogyatékkal élő fiatalok és felnőttek alkotásai díszítik. A tárlat teljesen ingyenes, és még a múzeumok éjszakáján is megtekinthető. Cara futura mamma, te un peo fuait. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá marcharte. Podrá correr hacia ti. Il pourra parler et te dire qu'il t'aime. Il pourra aller à l'école comme todos. Il ne sera même. Et pourra t'écrire si un jour elle est loin. Because indeed, he'd be able to travel too. Il pourra aider son père à réparer son vélo. Podrá laborar y ganar su dinero. Avec son salaire, il pourra t'inviter à dîner. Oh, affittare un appartamento e andare a vivere da solo. A volte sarà difficile. Як тяжко. Quasi possibile. Et c'est pas pareil pour toutes les mères. Dear future mom. Tuo figlio potrà essere felice. Come lo sono io. Et tu seras heureuse aussi. Vero, mamma. Ez a tárlat több szempontból is különleges, az egyik, hogy nagyon kötődik a mi szívünkhöz, ugyanis az alapítványunknak ezek a kiállítók mind-mind partnerintézményei, és akárhányszor megyünk hozzájuk látogatóba vagy vendégségbe, mindig tárt karokkal várnak minket, és nem is foglalkozásra megyünk tulajdonképpen, hanem tényleg mintha vendégségbe kiskirályokként érkeznénk meg, úgyhogy nekik próbáltuk valahogy meghálálni. Egyébként autista, Down-szindrómás, enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és felnőttek alkotásai vannak kiállítva. Tizenévesek, és ha jól tudom, 60-on felüli alkotó is volt azok között, akiknek a munkáit most láthatja, aki eljön ide az Arktba. Mi alapján választottátok ki őket, vagy akinek kedve volt, az rajzolhatott, festhetett? Inkább akinek kedve volt. Ezeknek a fiataloknak, hát mondjuk általában a gyerekeknek is, nem mindig az a motiváció, ami nekünk. Mi már kicsit céltudatosabbak vagyunk, hogyha egy gyerek szaladgálni szeretne, vagy játszani, vagy éppen csak élvezi a napsütést, akkor nem fogjuk tudni őt rávenni olyan alkotásra, de nem is kell. Mindenki inkább szívből rajzoljon, fessen, alkosson, ahogy ő azt szeretné. Lett egyébként volna még több alkotás, csak pont az ottani intézményben mondta a gyógypedagógus, hogy ő nem tudta rávenni a gyerekeket. Szuper. Mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan tetszett a kiállítás, mi az, amiket láttatok, és mi az, ami leginkább megfogott, amire leginkább emlékezni fogsz, ha hazamentek. Hát a kisfilm, mert hogy az is kiderült, hogy ők ugyanúgy szeretnek mindenkit, és őket nem zavarja az, hogy betegek, és hogy nekik is ugyanúgy vannak érzéseik, mint nekünk, más embereknek. És a rajzok is nagyon szépek voltak. De leginkább a kisfilm fogott meg.
azt láttam a gyerekeknek az arcán is, hogy igaz, hogy most egy más világból csöppentük hirtelen bele, és nekik ez most teljesen idegen volt, de azt láttam, hogy a kisfilm egyrészt, ami nagyon megfogta őket abban, hogy igaz, hogy nagyon sok más gyermek és nagyon sok máshogyan gondolkodó, akár sérült gyermek is létezik a világban, mégis ugyanúgy, amit már a kislány is elmondta, hogy ugyanúgy érzések vannak bennük, és ez számukra is ugye furcsa, hogy igaz, hogy ők máshogy viselkednek, máshogy gondolkodnak, de ugyanúgy éreznek mindent. És az, hogy ilyen szeretetet tudnak adni mindenki felé, ez mindenkit megfogott, úgy érzem, és engem is. Most éppen a Művészet más szemszögből című kiállítás nézhető, megtekinthető meg itt az Arctban. Egy kicsit a helyről légy szíves, mesélj, mikor nyitottatok, és kiknek adtok teret? Az Art művészeti ellátóban vagyunk, az a helynek a neve, és két hetente szoktak lenni kiállítások, főleg az egyetemről jönnek kiállítani. Voltak itt indonézek, volt nekik is kiállításuk, az egyetemen vendéghallgatók voltak, voltak itt már gimnazisták, akiknek alkotópályázatot írtuk ki, és a következő kiállítás az egy alkotó műhely eredményének a bemutatása lesz, mert most épp jelenleg is folyik Fejes Adriánnál egy öt alkalmas alkotóműhelyes foglalkozás, és annak július 8-án, vasárnap este lesz a kiállítás megnyitója. Ennyi fért mai műsorunkba. Eszterházi körképpel jövő héten is jelentkezünk. Én minden kollégám nevében köszönöm meg tisztelő figyelmüket, szép napot kívánok!